Sziasztok! Lehet hallani? Mindenkitől elnézést kérek, de a hangom egy kicsit rozoga. Pedagógus betegség, de majd helyre jön. Igyekszem mindent kihozni abból, amit most ebből a hangszínből tudok. Köszönöm, hogy így is meghallgattok. Szóval szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm, hogy itt lehetek, és a mai előadás Várkastélyok japán módra címmel a japán várakról fog szólni. Ennek a kérdéskörét járjuk körbe. Japánban rengeteg kastély található, ezért aztán igazán nehéz dolog eldönteni, hogy melyiket rakjon bele egy előadásba, s melyik maradjon ki. Természetesen nem lehet tökéletes döntést hozni. Ebben az előadásban nagyjából 14 várral fogunk találkozni, illetve megvizsgáljuk a váraknak a külső-belső kinézetét, szerkezetét, és reméljük elég sok mindent sikerül átadnom abból, amivel készültem. Akkor talán vágjunk is bele, alapozzunk. A japán váraknak a legfontosabb tisztázni való dolga, mielőtt bármibe belekezdenék, az az, hogy mi számít várnak, és mi a célja. A vár minden esetben egy védelmi célt szolgáló objektum, általában valamilyen védelmi rendszerrel ellátva. Ez Európára is igaz, a világon más területekre is, Japánra is. Nagyon fontos, hogy ezeket valamilyen stratégiailag fontos helyre építették, fontos helyen létesítették. Valamilyen a hadúr, illetve valamilyen katonai cél számára. Könnyen meg lehet, hogy a későbbiekben megismerjük, hogy milyen típusú várak vannak. Itt most csak annyit emelnék ki, hogy a különböző célnak megfelelően alakították ki magát a várnak a kialakítását, elrendezését és az ehhez kapcsolódó dolgokat. Japánban a jō szót használják hivatalosan a várra, illetve a shiro szó is ismert, ugyanakkor az a kontextustól függően több mindent jelenthet. Ezért az előadásban általában a várnál a jō szót fogom használni, illetve menet közben látni fogjátok. A várakkal kapcsolatban talán a legérdekesebb számomra az volt, mikor elkezdtem a témát kutatni, hogy vajon miért olyan fontos, hogy Japánban sok vár van, és ezeket a várakat karbantartják, gondozzák, és nagyon sokan látogatják. A régi időkben a vár kifejezte egy hadúrnak a hatalmát, tekintélyét, katonai erejét. És ez nagyon fontos, hogy messziről látszódjon. Ha az ember közel megy hozzá, annyira látszik, hogy az ember milyen pici, a vár pedig milyen óriási. És az a hadúr, aki ezt birtokolja, bizonyára igazán tekintélyes, nem csoda, hogy élet és halál ura. Talán megdöbbentő lehet, nekem az volt, hogy a képen látható vár hasonló a más japán várakhoz, fából készült építmény. Tehát favár, ha itt tetszik. És persze nagyon érdekes, hogy ennek ellenére a várak nagyon stabil építmények voltak, mert a japán precizitás meg lehetővé tette, hogy fantasztikus építményeket hozzanak létre. Ugyanakkor a japán sajátosságokból köszönhetően a tűzre, földrengésre, villámlásra nagyon kellett figyelni, ugyanis az építmények sérülékenyek voltak ezzel együtt. A falakon azért, hogy a tűz ellen védekezzenek, vastag vakolatot helyeztek el, és lehetőleg bíztak benne, hogy nem fog tüzet. A kastélyoknak a belseje talán kevésbé meglepő módon funkcionalitását tekintve egyszerű. Ebből az következik, hogy bár díszes festett ajtajaik, különböző tolóajtajaik vannak, illetve különböző díszes falak, a berendezésük általában közel sem volt olyan gazdag, mint ezt az ember feltételezné. Ugyanakkor a vár körül számtalan alkalommal különböző szakúra cseresznyefákat ültettek, és valahányszor az ember tavasszal megnézi a cseresznyevirágzást, általában a várak remek helyszínt jelentenek, hogy a szakura ünnepet az ember megtekinthesse. Még versengenek is azért, hogy melyik szakura néző hely a legnépszerűbb. De talán egy kicsit haladjunk a váraknak a kialakulása felé. Az a vár, amit mi ismerünk, hosszas fejlődési folyamat során érte el a mostani állapotát. A régi időkben kezdetben csak udvarházak voltak, amiket ilyen deszkapalánkkal vettek körül. Később, nagyjából a Heian Kamakura korszak idejében, nagyjából az 1100-as évek után
jobban megnőtt az igény, hogy az épületek állandó védelmet kapjanak. Nagyjából az 1300-as években megjelentek az első olyan erődített udvarházak, amiket hegyek tetejére építettek, hiszen ez egy nagyon jó pont volt, nyomon tudták követni az ellenséges erők mozgását. Innentől kezdve már beszélhetünk igazi várakról. A nagy áttörést szerintem az 1300-as évek után a következő korszak, az Azuchi-Momoyama korszak hozta az 1500-as évek második fele, vége fele. Azuchi-Momoyama korszak már az az időszak, ami Japán egyesítésével kapcsolatos. Három év mindenképpen elő fog a mai előadásban kerülni. Oda Nobunaga, aki megkezdte Japán egyesítését, Toyotomi Hideyoshi, aki folytatta urának munkáját, egyesítette Japánt, és végül Tokugawa Ieyasu, aki a három ember munkáját befejezte, és végül egységesítette Japánt. Ők hárman általában megtalálhatóak valamely kastély mögött, mint építető, felújítató, esetleg elpusztítató, újraépítető formában. Mivel Azuchi egy korszak nevét viseli, illetve a Momoyama kifejezés szintén egy kastélyra utal, ezért itt már a nevében is megtalálhatjuk Nobunaga és Hideyoshi munkáját, mivel Hideyoshinak a kastélya a Momoyama hegyre épült, Azuchi pedig Nobunaga nagyúr kastélya volt. Az ezt követő időszak az Edo korszak, és bár Nobunaga nagyon ügyesen szervezte meg az uradalmát, és nagyon sok reformot vezetett be, az Edo-kort tartják a kastélyok építésének virágkorának. Ekkor már a hadurak lakhelyeként szolgáltak a várak, nem csak közigazgatási központ, vagy csupán egy védelmi terület, vagy védelmi objektum számára volt fontos. Az Edo-korban nagyon sok minden történt, és ez a későbbieket meg fogja határozni. A Meiji-korszakban, Japán modernizálásában a váraknak egy újabb kihívással kellett szembenézni. Ugyanis már Tokugawa Ieyasu is úgy döntött, hogy nem kell annyi vár, ezért egy tartomány, egy vár elég. Ez a későbbiekben a Meiji császár uralkodása alatt úgy alakult, hogy nagyon sok vár már csak a múltnak a maradványa, ezért nem biztos, hogy előre viszi Japán ügyét, tehát el lehet bontani. Egy csomó várat vagy az Edo-korban, vagy a Meiji korszakban lebontottak. A második világháború után pedig a ma jellemző Japánra már az jellemző, hogy a várakat megbecsülik, és számos várat újjá is építettek. A meglévőket pedig gondozzák. És természetesen nagyon nagy turista látványosságnak számítanak, illetve a helyi japánok is szívesen ellátogatnak a várakhoz. Napjainkban a várak a következőképpen néznek ki. Egy része rekonstrukció, tehát újraépítették. Egy része csak rom, amit nem építettek újra, de a maradványok megtekinthetőek. Magyarországon sok ilyen várom található, de ez Japánra is igaz. Vastagon kiemeltem, 12 olyan kastély van, ami eredeti formájában maradt fönn, tehát túlélte az évszázadok viharait, és úgymond eredetinek tekinthetőek. Ez nem azt jelenti, hogy nem sérületett meg, vagy pusztult el az épület, de amikor újjáépítették, azt valószínűleg még abban a korban, a kornak megfelelő technológiával építették újjá, tehát modern dolgok nincsenek benne építészeti szempontból. Aztán vannak olyan várak is, amelyek nem japán stílusúak. Egy ilyen várral az előadás vége fele fogunk találkozni. Számomra meglepő volt, hogy bizonyos épületek kínai, illetve koreai hatást mutatnak. Ezzel együtt voltak olyan várak, amelyek japán várak, de keresztény, illetve nyugati stílusú épületet tartalmaztak, vagy akár egy épületrészt. A képen látható 12 vár ugyan kicsiben, de azért bemutatja azt a 12 várat, ami a régi időkből fönnmaradt, és eredeti japán várnak tekinthetőek. Ezek között van olyan, amit helytetőre építettek, sík területre, vagy akár ennek a kettőnek a keverékébe is. A teljesség kedvéért azért elmondanám. Bicsumatsuyama, Hikone, Himeji, Hirosaki, Inuyama, Kochi, Marugame, Maruoka,
Matsue, Matsumoto, Matsuyama és Uwajima várakról beszélünk. Öt ezek közül pirossal ki van emelve. Ezek nem csupán eredeti kastélyok, de Japán nemzeti kincseihez tartoznak, tehát különösen magas az értékük, kulturális szempontból különösen. És talán egy kicsit még alapozásként nézzük meg, milyen típusú várak vannak. A terepviszonyokat, az elhelyezkedést, a helyi adottságokat, és ugye magának a várnak a célját figyelembe véve, általánosságban elmondható, hogy négy fajta várral találkozhatunk Japánban. Van, amelyiket hegyre építették, van, amelyiket sík területre, van olyan, amit hegyre építettek, és azon belül még egy mesterséges kőhalmot is létrehoztak, illetve lehet olyan vár is, amit vízpartra vagy tengerpartra építettek. És ezek alapján meg van nevezve, hogy melyik kastélynak úgymond mi a hivatalos típusa. Mivel a hangom nem az igazi, próbálok a lényegre szorítkozni. Ha a várak felépítését néznénk meg, talán az egyik legszembetűnőbb lenne a kőfal. Ezt Ishigakinak is nevezik, és általában igaz, hogy csiszolt kövekből áll össze. Úgy mondanám, költséges, praktikus és lenyűgöző. Költséges, mert drága volt ilyen köveket a helyszínre szállítatni, megcsiszolni, összeépíteni. Praktikus, mert az épület, a főtorony sokkal ellenállóbb lesz, például földrengéssel szemben, ha ilyen kőfal alapot kap. Valamint lenyűgöző és egyben praktikus, mert bizony a védelmet elősegíti. Ha csak nem durván kialakított kőfalról beszélünk, ennek a megmászása még egy ninjának is nehéz lenne, vagy akár egészen egyszerűen szinte lehetetlen. A megdöbbentő, hogy ezeket a köveket illesztéssel, de habarcs és egyéb kötőanyag nélkül rakták össze. Tehát ez egy összerakott, összelegúzott kőkupac, ha így tetszik. Számomra megdöbbentő volt, hogy addig forgatták, illesztették, csiszolták a köveket, míg mindegyik a megfelelő helyre került. Döbbenet. A következő, ami a vár védelmében segíti, nem csak a magas kőfal, hanem a különböző falak. Ezek egyszerű védművek voltak, mondhatjuk a legolcsóbb védmű, a kezdetek kezdete óta ismerjük a falakat, hiszen a legegyszerűbb felhúzni egy falat, amin nem lehet átmászni. Hogy ezt megerősítsék, esetleg kőfalat, vagy földből döngölt falat húztak föl, illetve ilyen rétegeket raktak alá, valamint magát a falat úgy alakították ki, hogy fából, bambuszból, szalmából és sárból összetapasztva egy ellenálló építményt kapjanak. Ha megnézitek a képet, kicsit etőt is kaptak, hogy az eső ellen is védjen. A fal oldalában szokás volt lőréseket kialakítani, hogy a védők például esetleg muskétával, vagy esetleg íjjal ki tudjanak lőni a lyukakon, egyben védjék a várvédőit. A legfőbb látványossága a várnak egyértelműen az úgynevezett tensú, a főerőd, vagy főtorony. Öreg toronynak, főtoronynak, főerődnek is nevezik, attól függően, hogy például a szakirodalomban melyik részén mit olvastunk. Azt jelenti maga a tensú, hogy a terület birtoknak a védelmezője. A tetején megfigyelő torony található, így az ellenség mozgása jobban követhető. Akkoriban még nem használtak drónokat. A belső kialakítása általában trükkös, mert bár kívülről lehet, hogy csak ötemeletesnek tűnik, a belső kialakítása lehet, hogy más. Belülről lehet, hogy az nem öt, hanem hat. Az ellenséget viszont össze tudtak zavarni. Gyakori volt, hogy amit nem annyira látható, de van pinceszint. Oda jellemzően gerendákat helyeztek el, két tartó gerendát, amit, ha jól emlékszem, úgy olvastam, hogy egy nagy fából alkották meg, és ez a stabilitást segítette. Hiszen ha földrengés volt, az épület azért csak kilenghet. Nagyon fontos, hogy a tűztől védték a várat, mindenképpen fehér borítást kapott, ami lehetőleg tűzállóvá tette a várat. A spirituális védelem is fontos volt, ugyanis a vár tetődísze egy speciális dísz később sorra fog kerülni, és akkor részletesen meg tudjuk nézni.
Természetesen, ahogy a világon mindenhol a váraknál, általában tornyokat is alkalmaznak. Itt Jagura néven ismerjük a tornyokat. Ezek általában őrtornyok, kicsit hasonló funkcióval, mint nálunk a bástyák. Az őrtornyoknak különféle neveik voltak, attól függően, hogy hogyan tájolták, hogyan nevezték el, hányadik torony, vagy volt-e valami nagyon sajátos feladata annak a toronynak. Általában szokás volt, hogy a főtornyot a Jagurával összekössék. Így, ha a védőket át kellett küldeni máshova, akkor a védelmet jobban tudták mozgósítani. Kiemelném még a kapuzatot, ami a várak viszonylatában azt jelenti, ősi dolog, amióta van vár, azóta van kapu. Általában attól függően, hogy merre fele járunk Japánban, keleten vagy nyugaton, eltérő típusú kapuk rendszerével találkozunk. Lehetetlen lenne egy előadásban mindent összehozni, hogy az összes kapufajtát lássuk, de az jellemző, hogy általában két kaput használtak. Ezeket 90 fokos szögben fordították egymáshoz képest, így a védők jobban tudták a kaput kontrollálni, az ellenséget pedig visszatartani. Bejutni egy japán várba kifejezetten nehéz dolog volt. Jellemző volt, hogy esetleg a fontosabb területeken őrtoronnyal megerősített kaput használjanak. Az ilyet Jaguramonnak nevezték. És természetesen a fölül lévő toronyból az ellenséget akár különböző módokon meg is tudták támadni. Nem mehetünk el amellett, hogy sok fal épült a japán várakban. Ez azt jelenti, hogy különböző részekre osztják a várat a különböző falrendszerek. Ezek különböző udvarok kialakítását teszik lehetővé. Itt kutakat ástak, épületeket emeltek, itt volt többek között a hadúrnak a rezidenciája, hiszen előfordulhatott, hogy nem a főtoronyban kívánt lenni, hanem a saját birtokán. És ezt valamelyik udvaron tette meg. Az ott épült palotában lakott. Jellemző a legtöbb japán várra, hogy az évszázadok során a hadúrnak a birtokán ez a bizonyos palota, Gotennek is nevezhetnénk, elpusztult. Némelyik palotán viszont megmaradt, és ezek látogathatók. Nagyon fontos volt, hogy labirintusszerű legyen az udvar, az ott a falrendszert mutatja, illetve a különböző udvarok és falrendszerek elhelyezkedését, hogy az ellenséget megtévessze. Nem elég bejutni egy várba, mi meg kell találni az utat a toronyhoz. Minél bonyolultabb, annál nehezebben megtehető ez. És közben nagyon fontos volt, hogy a védők remélték, hogy erősítést kapnak és segítséget. Gyakran ez be is jött. Megemlítenénk még a várakkal kapcsolatban a vizesárkot és a hidat. Mivel a hidak faépítmények nem élték túl az évszázadok nehézségeit, eredeti híddal japán várnál nem fogunk találkozni, ezek általában mind rekonstrukciók. Valamit fából, valamit kőből építettek újjá. Jellemző volt a vizesárokra, hogy akár három vizesárok is húzódhatott a vár körül. Átjutni ezeken nagyon nehéz volt. Ha belevesszük, hogy még földhidakat, kapukat, őrtornyokat is alkalmaztak, látható, hogy egy japán várat bevenni nehéz. És hogy védjék a tűztől, a legkülső várárok, ami vizesárok, a lehető legtávolabb kellett lennie, hogy tüzes nyillal ne lehessen átlőni, vagy legalábbis ne kapjon a főtorony tűzre. Megemlítenénk még a kastélyvárost, ami egyes források szerint Nobunaga újítása volt, mások szerint már korábban is voltak ilyenek, úgynevezett kastélyváros. Körbeépítették a kastélyt várossal, ezzel jobb lett a város védelme, az emberek is biztonságban érezték magukat, és az utánpótlás is könnyebb volt. Ráadásul a fegyvereket is jobban el tudták helyezni, a hadúr számára sokkal kényelmesebb volt ez a megoldás. És mivel vásárokat tartottak, a kereskedők is eljöttek a városba. Ez a gazdaságnak is jót tett. És most ideje végre rátérni a japán várakra. Mivel mindegyik várnak annyi jellegzetessége van, hogy csak na, valamint az a tény, hogy minden várnak nagyon hosszú, szövevényes története van, itt egy kicsit szükséges egyszerűsítenem.
A Himeji-vel kéne kezdjem, mivel ez talán a legismertebb japán vár. Egy építészeti remekmű, nemzeti kincs. Fehér gémnek, vagy fehér kócsagnak nevezik, ez a beceneve, mert hogy fehér festékkel van, illetve fehér vakolattal van ellátva. Úgy tartották tűzálló, a tűz nem fogott rajta. Ez a vár nagyon szép állapotban megmaradt, mert valódi támadás nem érte. De folyamatosan fejlesztették, átépítették, újraalkották, kibővítették, szóval ezt a várat szinte lehetetlen lett volna bevenni, legalábbis úgy tartják. Mivel maga a tornya is elég magas, ahogy láttátok ötszintű, mivel kb. 50 méter magas dombon, hegyen helyezkedik el, ezért a vár magassága közel 100 méter. Tudjuk, hogy a világörökség helyszínei között, a japán várak közül is ez lett az első, ami megkapta, hogy az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Hogy a vár valóban ellenáll a földrengésnek, az bizonyítja, hogy a nagy kóbei 1995-ös földrengést a vár átvészelte sértetlenül. A Himeji-ről elmondható, hogy már az 1300-as években elkezdték építeni, vagy lebontották, újjáépítették. Hideyoshi idején, az 1500-as évek második felében nagymértékű felújításon, átépítésen esett át, és Hideyoshi maga is használta évekig ezt a várat. Miután 1600 után Tokugawa Ieyasu lett japán ura, ezért aztán az ő egyik vazallusa, bizonyos Ikeda Terumasa kapta meg a várat. Ő tovább építette a várat, sok-sok védművet építetett be, felújított, tornyokat építetett, de valódi ostromra már nem került sor. A világháborúban, a második világháborúban Himeji városát az amerikaiak porig rombolták. Egy dolog maradt meg, a kastély. Egyesek szerint nem robbantak föl a bombák. Vagy talán az amerikaiak nem akarták elpusztítani, hiszen felülről is látszik, hogy milyen gyönyörű. Akárhogy is, a Himeji túlélte. Ez Japán leglátogatottabb várkastélya. Nagyjából évi közel 2 millió ember, vagy még több látogatja. Maga a teljes várkomplexum mintegy 80 épületből áll. Sok olyan vár van, amihez kísértett történet is kapcsolódik. Itt egyet felidéznék, ami a Himejihez kapcsolódik. Egy bizonyos Okiku nevű lányhoz kapcsolódik, aki a Himeji konyháján dolgozott. Mivel a konyha az nem magában a toronyban van, hanem külön épületben, ezért úgy korrekt, hogy ezt hozzátettem. Úgy tartják, hogy volt valamilyen elöljárója ennek az Okiku nevű lánynak, aki el akarta csábítani a lányt. A visszautasítás miatt megrendezték, hogy úgy tűnjön, mintha eltűnt volna egy tányér, vagy összetörte volna, és hamisan megvádolták. Okiku persze továbbra sem fogadta el az elöljárója közeledését, ezért levágták, és a kútba dobták. Úgy tartják, hogy ezek után bosszúálló szellemként visszatér, és megszámolja a tányérokat. A népi változat szerint visszatér, és ezzel kísérti a helyieket. Úgy tartják, valahol a Himeji területén van egy kút, ami Okiku nevét viseli. A képen látható fametszet, Hokusai mester alkotása, alkotott egy 100 részből álló, ilyen úgynevezett szellemtörténetek című sorozatot, és belevette a Himeji szellemtörténetet is. Úgy tartják, hogy van a Himejinek még egy furcsa lakója, akiről nem tudni pontosan kicsoda. A nevét viszont tudjuk, Osakabe Himének hívják, és különböző teóriák vannak rá, hogy ki ez az illető. Egyesek szerint egy öreg kicune, aki már kb. 1000 éves, utálja az embereket, és évente csak egyszer kerül elő, és valahol a kastélyban rejtőzködik. Mások úgy gondolják, egy régi császár kedvenc kurtizánja lehet az illető. Mások úgy gondolják, hogy egy hercegnőnek a törvénytelen gyermeke. És van, aki szerint a Himehegy istennője, mert a Himehegyre építették a kastélyt. Van egy történet, ami szerint, mivel elmozdították az istennő szentélyét,
ezért furcsa dolgok történtek, majd később a korábban említett Ikeda Terumasa visszahelyezte a szentélyt. Ennek is utána lehetne járni. Egy ismert kabuki színdarab, a kastélytorony bemutatja a történetet. A következő kastély Azuchi, egy korszak jelképe. Az Azuchi Momoyama kor részben ennek a várnak a nevét viseli. Nobunaga kastélya volt a Biwatónál. Egy hatalmas kastély helytetőre építve. Az egyik első kastélyváros, amit tudatosan alakítottak kastélyvárossá. Nobunaga hatalmát megmutatta a kastély által. Számomra a legérdekesebb az, hogy egy európai misszionárius, egy portugál fickó, bizonyos Luis Fruis járt ebben a várban, és feljegyzéseket készített róla. Konkrétan megvannak a bejegyzések, amit a várral kapcsolatban leírt. Többek között leírta, hogy gyönyörű, felveszi a versenyt bármelyik európai kastéllyal, és gyönyörű a kinézete belülről is. Annak ellenére, hogy az egész egy faépítmény. Döbbenet, hogy a nagyvilág értesülhetett ennek a kastélynak a létezéséről. Sajnos azonban csak 3 évig állt a vár, ugyanis Nobunaga halála után az őt eláruló hűbérese, hadvezére, Mitsuhide Akechi leromboltatta a várat. És Nobunaga hatalma az ambiciózus kastéllyal együtt ma már csak romként látogatható meg. De a kastély alapja az még mindig megvan. A következő kastély Osaka. Osaka is egy nagyon jelentős kastély, az egyik legismertebb. Ez Toyotomi Hideyoshi kastélya volt. Nagyon szerette a hadúr az aranyat. Ezért a beceneve a kastélynak Aranyvár. Aranyberakás volt a tetőszerkezetben, a külső részén. A vártornya hatalmas, 58 méter. Egyszerre tekinthető modernnek és hagyományosnak. A következő dián látni fogjuk miért. Erős, masszív vizesárok vette körül 3 rétegben. A ma ismert vár csak rekonstrukció, mégpedig azért, mert Osaka várát Hideyoshi halála után az utódja Tokugawa Ieyasu megostromolta. Második ostromra be is vette, és le is romboltatta. Az egész várat a semmiből újjáépítette. Úgy tartják, hogy kőből, ami az alapot adja, kb. 1 millió darab kellett. Ez a vár tehát a rekonstrukció az 1945-ös időszakban fegyvergyárként működött. Korábban már egyszer elpusztult, még az 1800-as évek vége fele, de újjáépítették. Azért ilyen zöldes a tetőzete, mert eredetileg vörös részből készült volna, de ugye idővel megszíneződött, és az oxidáció miatt zöldes lett. A képen látható a modern japán nagyváros, és a város közepén a csodálatos Osaka kastély. A valaha volt legnagyobb vár, ami japán várnak mondható, a legnagyobb, az az Edo kastély. Mivel Tokugawa Ieyasu Edo-ba helyezte át a székhelyét, olyan várat akart alkotni, ami bizonyára túl kell, hogy tegyen Hideyoshin, tehát Osakán is. Ha hinni lehet, az adatoknak 68 méter magas toronnyal rendelkezett. Döbbenetesen nagy lehetett. Megmutatta a shogun erejét. Természetesen ez nem csak úgy hirdette a várnak a hatalmát, de közigazgatási központ is volt. Mivel a shogunok később elrendelték, hogy minden második évben 1 évet a haduraknak ott kell tölteni Edóban, meg kellett oldani azok elszállásolását is. És azok rezidenciája a kastély területén belül volt. Számomra az volt megdöbbentő, hogy volt olyan eset, amikor új shogun lépett hivatalba, lebontatta a tornyot, és újjáépítette azt. 1657-ben volt a nagy, hatalmas edói tűzvész, ami Edo nagy részét elpusztította. Azóta tensút, vagyis tornyot már nem építettek. Abban a tűzvészben több mint 100 000 ember veszhetett oda.
A vártorony nem épült újra, a maradványok megmaradtak. A Meidzsi korszak idején a császár birtokává lett. Palotaként funkcionált. Ez lett az utódja, aminek egy része ma megtekinthető kívülről, mert hogy le van zárva. Bár amit 1868-ban örökölt a császár, később új palotát építettek neki, amit utána, ami elpusztult, majd megint újjáépítették. Le van zárva, mert ez a császárnak a területe, a saját birtoka. De január 2-án, új évkor, és a császár szülinapján, 23-án februárban látogatható, be lehet menni, integetni. És akkor a császári pár különböző időpontokban megjelenik, és fogadja a köszöntéseket. A képen látható kőhíd, szemüveghídnak is ismert, ez már kőből készült, nem pedig fából. A kastélykertje látogatható, nagyon kedvelt úticél. Megemlíteném a Matsumoto kastélyt. Az egyik nemzeti kincs Japánban. Eredeti formájában van. A beceneve Varjúvár. Azért Varjúvár, Karasujo, mert hogy fekete. Ez nem fehér, hanem fekete. Ritka kivétel. 6 emeletes vár, de kívülről csak 5-nek látszik. Ennek az egyik tornya, ami Jagurának mondható, jóval nagyobb, ezért ott inkább a kotelsút használták, ami kis tornyot jelent. 3 vizesárka van, és megemlíteném azt, hogy a legbelső vizesárok azért van kb. 60 méterre a főtoronytól, hogyha ellőttek odáig a muskéták, akkor ott még pontos célzást tett lehetővé, és ezt figyelembe vették a vár létrehozásakor. Mivel minden évszakban csodálatos látványt nyújt, ezért aztán nagyon keresett kastély a turisták, és persze a helyi japánok számára is. Úgy tartják, hogy a 3. emeletén van egy titkos szoba. Megkockáztatom, sok ilyen vár van. De a torony tetején van egy szentély, ami a 26 éjszaka istenségének van szentelve. Az egyik tornyát, az egyik jagurát holdnéző jagurának mondják, és tartozik hozzá egy olyan fesztivál, ami az őszi holdnézéshez kapcsolódik. Találtam egy képet, ami a karácsonyi kivilágítást is bemutatja. A fényekkel nagyon szépen játszottak pont ennél a kastélynál. A következő várkastélyt azért választottam, egyrészt mert egy kicsit kakuktojás, másrészt pedig, mert emlékeztet minket, hogy a régi és a modern kor összekapcsolódik. Ez a Shuri kastély. Okinawa kulturális öröksége, a Ryukyui királyságnak az emléke. A fő része, amiért hoztam ezt a várat, az az, hogy 3 fő épülete van. Már 1300-as évek óta létezik, többször leégett, de mindig újjáépítették. Még a II. Világháborúban is megsérült, de kijavították. Azonban történt egy súlyos csapás, mégpedig az, hogy 2019-ben leégett a vár. A 3 nagy épületből 2 oda veszett, úgy olvastam róla, hogy talán 2025 után lesz kész a felújítás. A világörökség része volt már jó ideje, és talán megdöbbentő, de hiába a műemlékvédelem, azért ezek a várak csak ugyan sérülékenyek, ezért ha az ember meg tudja nézni ezt élőben, mindenképpen felejthetetlen élmény lehet. Megemlítenénk az egyetlen éppen maradt hegyen álló kastélyt, a Bicsu Matsuyama kastélyt, aminek az a különlegessége, hogy aránylag alacsony a tornya, csak 2 emeletes, nem nagy. Már 1300 körül létezett az alapja, ezt bővítették ki és építették tovább. Amiért a várat szeretném bemutatni, az az, hogy különleges látványt nyújt, főleg ősz és tavasz között. Ezért. Olyan, mint a várkastély a fellegek között lebegne. Kedvelt túraútvonal. Nagyon látványos. És természetesen eredeti formájában fennmaradt. Megemlíteném a Hikone kastélyt. Nemzeti kincse Japánnak ez a vár is eredeti. 400 éves már. Ugyancsak 3 emeletes a tornya, de azért
Ennek ellenére szép, csodálatos. A tetőzetét külön igyekeztem kinagyítani, és három vizes sárkából kettő még létezik. Nagyon fontos utak találkozási pontjánál feküdt, ezért volt fontos, hogy odaépítsék a kastélyt. De mivel voltak más várkastélyok a közelben, és azokat elbontották, egy részüket ezeknek a várrészeknek Hikonénál újrahasznosították. Mivel nagyon sok faépület könnyen szétszedhető és újra összeépíthető volt, ezért aztán a kapu, egy torony, jagura és egyéb részeket használtak a Hikonei várnál. 1878-ban le akarták bontani, de a császár tanácsadói segítségével megváltoztatta döntését, és a vár továbbra is eredeti szépségében látható. A következő várunk csak egy rom, ez az egyéjszakás vár, az Ishigakiyama kastély. Az egyik kedvenc, nekem az egyik kedvenc történelmi alakom Japánból, Hideyoshi, roppant sokoldalú ember volt. Többek között az egyik ötlete az volt, hogy amikor odavar a várát be akarta venni, a szomszédos hegyre elkezdett kastélyt építetni. Mindez teljes titokban. A történet szerint egy éjszaka alatt épült fel. Valójában kb. 40 ezer ember 80 nap alatt teljes titokban tapasztalt mesterek segítségével fölhúzott septiben egy gyors várat, és mivel a helytetőn ott álltak a fák, rejtették a kastélyt, az utolsó este pedig kivágatták a fákat. Másnap a védők kinéztek, és azt látták, hogy a szomszédban ott áll egy kastély. Valószínűleg ez demoralizálta a védelmet, mert végül Hideyoshi megszerezte a kastélyt. Így odavar a vára az övé lett. A kastély utána kiürült, már nem használták. A kő alapja továbbra is megvan. És a beceneve az volt ennek a várnak, hogy Kőfalak hegye. Ha megnézitek, ennek nem az volt a célja, hogy tökéletesen csiszolt legyen, hanem hogy a pszichológiai hadviselést elősegítse. Ez a Hideyoshi tudott valamit. De talán olyan csodával még, talán ő sem számolt, hogy egy 400 tonnás várat egyszerűen odébb lehet költöztetni. A feleségemmel külön utána is néztünk, hogy ezt hogy lehetséges. A Hiroszaki kastélynak valamikor egy földrengés során tönkrement az alapzata, a kő alaprésze, és végül japán mérnökök csodája, hogy fogták, és sírendszer segítségével egyszerűen kb. 70 métert arrébb költöztették a várat. Megemelték, és arrébb húzták. Természetesen évek óta tart a felújítás. Én úgy tudom, hogy a jelenlegi állapotában még legalább egy-két évet maradni fog. A várkastély csodálatos, mert tele van ültetve cseresznyefával és juharfával is. Ebből az következik, hogy ősszel-tavasszal kedvelt turista látványosság. Nagyon-nagyon sokan keresik fel a várat. A YouTube-on timelapse videóként meg lehet nézni, hogy mit csináltak a várral, hogy húzták odébb 70 métert. A képeken látható, hogy hogy emelték meg, hogyan juttatták odébb, és hogy létrehoztak egy átmeneti alapot a várnak, ott áll most. És bár az előző képen még elvileg az a hely van, ahol majd állni fog, itt látható a jelenlegi átmeneti helye. És mivel a vár nagyon fontos látványosság, még télen is tartanak olyan ünnepeket, amikor várják a látogatókat. Hólámpás fesztivállal, különböző hóoszlopokkal, és ilyen különböző hólámpásokkal készülnek. Korábban említettem, hogy a tűz elleni védelem a várak esetében nagyon fontos volt. A Nagoya kastélynál szeretném megemlíteni, hogy fantasztikus az a tetődísz, ami a Nagoya kastély tetején található. Ez a vár rekonstrukció, csak 1945 után építették újjá, de nagyon fontos, amit szeretnék bemutatni, ezt. Ez a furcsa,
sárkány és hal keverékét alkotó szobor, remélem jól mondom a nevét, Sachihoku, amiből kettő van, és a képen látható halacska nagyjából 1200 kg. 18 karátos aranyborítás van rajta, és az egyik egy fiú, a másik egy lány példány. Úgy tartják, hogy ez egy mitikus lény, amit a vízhez társítanak, a víz elemhez, tehát védelmet ad a tűz ellen. Úgy tartják, hogy a hasában vizet tárol, és képes az időjárást irányítani. Tehát, ha ilyet építenek be a vár tetőzetébe, akkor a vár bizonyára védve lesz a tűztől. A villámcsapás viszont az a viharhoz kapcsolódik, az ellen lehet, hogy nem ad elég védelmet, mert számos vár villámcsapás következtében éget le. A képen látható halacska, sárkánykeverék már egy rekonstrukció, ezek is elpusztultak, de mindig újjáépítik. Korábban említettem, hogy a pince szinten található tartó oszlop fontos részét képezi a vár stabilitásának. Ha ez a kis halacska szobor 1200 kg és kettő van belőle, feltételezhető, hogy ez is hozzáad a stabilitásához. Tehát a japán várban semmi sem véletlenül van. Érdekesnek találtam, hogy 1873-ban volt Bécsben világkiállítás. Ha jól emlékszem, úgy olvastam, hogy a kislány szobrot, ennek a halszobornak a lánypárját elvitték Bécsbe és kiállították. Tehát Európa láthatta ezt a fantasztikus szobrot, ezt a tetődíszt. A Nagoya kastélynak a palota része szépen megmaradt, a belseje látható. Ez nem a vártoronyban készült ez a kép, hanem a palotában. És a palota belsőre nagyon adtak, hogy az szép legyen. Többek között nemzeti kincs lett ez is. Említettem, hogy vannak nem japán stílusú várak Japánban. Az egyik ilyen, ami ebben az előadásban még belefér, az a Goryeo-kaku, egy francia csillagerőd. Japán ember tervezte. Az 1860-as években készült. Olyan modern, mint amit ekkoriban Európában is létrehoztak. A képen látható vár Hokkaidón található, Hakodate városban. A Boshin-féle háború során a szamuráj felkelők a császári csapatok ellen ide vonultak vissza, és végül a császár seregei sikerrel jártak, megadták magukat a felkelők, elfoglalták a várat, és a Meiji korszakban a császári haderő bizonyította katonai erejét, illetve hogy a nyugati fegyverek bizony eredményesek. Utolsó várkastélyunk, ha jól emlékszem, így szedtem össze az anyagot, az a Nijō kastély. Csak ez nem került még elő. Kiotóban található, ugyanis Kiotóban a shogunnak kellett egy rezidencia, ahol a shogun eltöltheti idejét, fogadhatja a vendégeket, illetve ami az ő fennhatósága alatt álló palota. Két vizesárok maradt fönt, bár ezek nem olyan mélyek, mint némelyik másik várnál. A kerti gyönyörű, még tejaház is található benne. A Tokugawa shogunok beiktatása általában a Nijō kastélyban történt. Két őrtorony, vagyis jagura fönn maradt, a falak egy része, illetve a régi várnak egy maradéka továbbra is megtekinthető, látogatható. A főtornya leégett, a várbelső is elpusztult, de később újra lett építve. A Meiji-kor számára kormányzati épületként funkcionált, tehát a japánok használják, amit az elődeik építettek, és természetesen ez a kastély is az UNESCO világörökség részévé lett nyilvánítva. Ugyan azt meg kéne említenem, hogy két palota is van, az egyiket Honmaru palotának nevezik, a másik a Ninomaru palota. Ha emlékeztek korábban, az udvar különböző részekre osztja a várat. Az a várterület, ami a központi toronynál található, azt nevezik Honmarunak, a központi udvar. Ami egy kicsit kijebb található, sorban a következő,
azt pedig Ninomarunak nevezték. Ezért van az, hogy a Nijō kastélynál a Ninomaru palotaként van megnevezve az épület. A belső falai gyönyörűek. Öt épület rész van, ami össze van kapcsolva, és ezek adják a látogatható palota belsőt. Számos szobája van, mindegyiknek megvan a saját neve. A fűzfa szobára még emlékszem. Interneten utána lehetne minden szobának a nevének keresni, nekem a fűzfa szoba maradt meg egyedül. Természetesen látogatható. A várkastély egyik jellegzetessége, mert a palotára gondolok, a fülemüle padló. Úgy tartják, hogy sajátosan nyikorog a padlózat, amikor közlekednek rajta, és ha ellenség járna a palotában, akkor a léptei zaja elárulná. Persze, ha megbeszélik, hogy milyen ritmusban, hogyan kell a padlón közlekedni, akkor az ellenség, aki ezt nem ismeri, mivel más zajt csap, felismerhetővé válik. Fülemüle padlóként ismert. Szerintem a képek önmagukért beszélnek, és előadásunk végén nagyon nem is tudom, hogy mi mással fejezhetném be, mint ezekkel a szép képekkel. De talán egy picit mégis, ugyanis kutatásaim során sok furcsa vagy éppen vicces dologgal találkoztam, és előadásom végén úgy gondolom, ez talán segít ellazulni a végére. Számomra meglepő volt, hogy a Himeji Legóból kirakható. Az architektúra készlet egyik darabja. Amit láthatunk odalent, kicsi bentó doboz, három emeletes, internetről megrendelhető, egy kastélyt alkot. Ha jól emlékszem, a Matsuei kastély akar lenni, de nem vagyok benne teljesen biztos. A feleségem megkérdezte, meg lehetne szállni kastélyban. Ugyan kastélyban megszállni bizonyára lehetetlen lenne, hiszen ezek fontos emlékművek, de a körülötte lévő kastélyvárosban van olyan hely, ahol szállodát alakítottak ki, és onnan át lehet menni a kastélyba is. Szeretném megemlíteni, hogy egyik barátomtól, Virágtól, aki járt kint Japánban, és több kastélyt is felkeresett, ajándékba kaptam olyan papírból kirakható vármakettet, amit hát némi technikai ügyességgel papírlapokból össze lehet állítani. Az egész vármaga talán ilyen picike lesz, nem valami nagy. Én bár tanítok technikát, mert iskolában dolgozó tanító vagyok, de ez az én képességeimet meghaladta. Elkezdtem kivágni, és rájöttem, hogy ez lehetetlen feladat. De valaki kellő modellező érzékkel talán sikerrel jár. Szóval kirakhatóak a várak papírból is. Most, hogy végre van videójátékos időszak, főleg a téli szünetben, ezért Samurai Warriors 5 játékkal én is játszottam. Ha már említettem a várkastélyoknál Nobunagát, Nobunaga útját követhetjük nyomon, és egy csomó várat elfoglalhatunk. A hadúr maga iszonyatosan erős karakter, és hogy minél többet megismerjünk a képességeiből, fejleszthetjük a várunkat. És külön extra, jó pont, hogy azzal, aki Nobunagát elárulta, Mitsuhide Akechi, az ő útját is bejárhatjuk, szintén ebben a szuperül megcsinált játékban. Mivel multiplatform játék, PlayStation-től, Switch-en át, PC-ig, bármilyen játszhatunk vele. S ha már játék, az iskolás gyerekek imádják a Minecraftot, én kevésbé, de meg lehet csinálni japán várakat is belőle. S ha már a régi játékokról lenne szó, az Age of Empires PC játék sorozatban, most már a negyedik résznél tartunk, japán játszható civilizáció, várat mindegyikben lehetett építeni. S ha még játék, a Mario Kart 8 Deluxe-nak van egy olyan letölthető pályája, ami egy ninja kastélynak van megcsinálva, de ha figyelmesen megnézzük, talán a tetődísz észrevehető, meg talán az is, hogy úgy van kialakítva a várkastély, mintha egy vártorony lenne, egy tensú. Számos Nintendo-s rejtett utalás is látható, és emiatt elég izgalmas pálya. Gyerekek, azt hiszem velem együtt, azt hiszem ezt kedveljük, ezt a pályát.
átlépnék olyan várakra, ami különböző animékben, mangákban előfordult. Itt az Ókut kéne megemlítsem, amit a Netflix jóvoltából 2023-ban mindenki megtekinthetett. Számos díjat nyert alkotás, és egy alternatív Edo-korban járunk. A Shogun háremet tart, de nem férfi Shogun van, hanem hölgy Shogun. És férfi háremet tart a Shogun hölgy. A valóságnak meg a fikciónak egy sajátos keveréke, de mindenképpen izgalmas történet. Megemlítenénk még, mi az, akitól a Laputa, az Égi Palotát és a Vándorló Palota című animéit. Mind a kettőben kastélyt láthatunk, s ha észrevesszük, ez ilyen steampunk világú várat jelent, ugyanis mi az, aki az európai kastélyakat kedvelte. Ha jól emlékszem, talán a Laputához, az Égi Palotához egy velszi kastélyt vett alapul, hiszen a mester járt Velszben, és lenyűgözőnek találta az ottani kastélyokat. Megemlítenénk még egy animét, aminek egy könyv az alapja, ez a Lonely Castle in the Mirror, egy olyan anime, illetve könyv, ami egy isekai, rejtett világ, benne fiatalok, akik lehetőséget kaptak egy varázslatos tükrön segítségével egy másik világba átjutni. Európai kastély található az animében, illetve a regényben, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy meglepő módon ez nem sorozat, csak egyetlen anime film. Szóval, ha valaki hozzám hasonlóan nem nagy sorozatnéző, de egy filmet megnézne, ezt szívesen ajánlanám a figyelmébe. És végül, utolsó, hogy legyen valamilyen filmes utalásunk is, a James Bond filmek közül a Csak kétszer élsz című filmben Sean Connery a Fujiai Társasága mellett a Himeji-vel együtt látható. Ezért aztán James Bondnak vannak japán alapjai. És végezetül utolsó filmes utalásunk előadásom végéhez érve, akire Kurosawának a Kagemusája, tudom, itt árnyékharcos van írva, de azt hiszem a magyar fordítás árnyéklovas. Három várkastély is látható a filmben, amely a Takeda hadsereg útját követi nyomon, egészen pontosan az utolsó 1575-ös nagy csatáig. Ha már említettem a muskétát, mint lőfegyvert, Oda Nobunaga a muskéták használatát tökélyre fejlesztette, és ezekkel a fegyverekkel döntő csatát nyert. Pont ott, 1575-ben. A film maga két Oscar-díjat kaphatott volna, de csak jelölése volt. Ugyanakkor mindenképpen megemlítem, learapják a fejem, ha ezt nem mondom el, hogy Kurosawa mester nagyban hatott George Lucasra, aki a Star Warsnál egy másik filmjéből, a Rejtett Erődből több jelenetet is adaptált a filmjében, így YouTube-on megnézhető az összehasonlítása. Sajnos nem minden várkastélyt tudtam bemutatni, pedig bizonyára ugyanígy méltóak lennének a bemutatásra. És azért, hogy ez se felejtődjön el, kicsit bővebb változatban, prezi változatban az interneten megtalálható. Ha valaki esetleg lefotózza a QR kódot és beolvassa, akkor egy egész jól áttekintető előadást fog kapni. Talán azokat is láthatja majd benne, amiket itt most nem tudtam elmondani. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, és végignéztétek velem ezeket a japán várakat. Köszönöm szépen!